Kistarcsa város önkormányzatának és a társasági adókból befolyt TAO pályázatoknak köszönhetően folyamatosan újul a kistarcsai úszoda. Csak az elmúlt évet említve 2014 nyarán megtörtént az úszoda ponyvájának cseréje, idén pedig már a gépészet korszerűsítése is. Az úszodát folyamatosan fejlesszük. Van rá lehetőségünk akkor pályázati pénzből. A legutóbbi ilyen fejlesztésünk volt, ami már minket nagyon szorított, hogy meg kell csinálni, az úszoda ponyvának a cseréje. Szintén TAO-s támogatásból végeztük el a beruházást, ami annyit jelentett, hogy a úszodának az egész tetőszerkezetét lecseréltük, és a régi úgymond szétmáló ponyva helyett egy teljesen új ponyvát tettünk fel, ami egyrészt jobban is szigetel, másrészt meg jobban bírja az időjárásnak a viszontagságait. Legutolsó beruházásunk, amit most június 15-én adtunk át, a úszoda kondenzációs kazánja. Ez annyit jelent, hogy ez egy teljesen modern technika, számítógépes vezérléssel, teljes mértékben igazodik a külső hőingadozáshoz. Azáltal fűti fel az úszodának a belső terét, amilyen hőmérséklet van kint, és az optimális hőmérsékletet állítja be a bent a belső részben, illetve a víznek a hőfokát is ezzel a kazánnal szabályozzuk. Szilárdi László tájékoztatása alapján az új berendezések a számítások szerint legalább 15%-os megtakarítással üzemelnek, ami éves szinten akár 2-3 millió forintot jelent a gázfogyasztás terén az úszodának. Az intézményvezető szándéka elsődlegesen a költséghatékony üzemeltetés elérése, melynek érdekében energetikai újításokra törekszenek. Tehát én úgy gondolom, hogy mindenképpen nagyon fontos az, hogy a úszoda költségeit csökkentsük, hogy egy kicsit az ollót összébb tudjuk húzni azáltal, hogy a költségek csökkenjenek, és a bevétel is valamelyest növekedjen. Az idén megvalósult beruházás TAO pályázatból, önkormányzati finanszírozásból és egyéb támogatásokból jött létre. Köztudott, hogy a TAO-ra egyesületek pályázhatnak, és az egész pályázati lebonyolítást ők végezték, illetve a gyűjtésben szintén részt vettek, részt vett az önkormányzat, részt vett az intézményem, és nagy segítséget nyújtott a vízisport és rekreációs sportklub, a közismert nevén, akik itt dolgoznak, triatlonosok. Tehát úgymond az úszoda civil szervezetének és az önkormányzat összefogásának köszönhetően hoztuk létre ezt a új beruházást. 17,5 millió jött össze a BUK Egyesület számláján a gépészetre, és az önkormányzat pedig a hiányzó összeget mellé teszi önrészben. Az úszoda éves szinten több ezer vendéget, sportolót fogad. Számos helyi, térségi versenynek, bajnokságnak biztosít helyszínt, ezért is váltak indokolta a tervezett fejlesztések. Rengetegen járnak a kistarcsai úszodában. A vendégek nagy részét ugye a csoportok teszik ki, ezen kívül működik itt több egyesület, akik főként vízisporttal foglalkoznak, járnak ide általános iskolások, a környező iskolák, a klik szervezésében, illetve azon keresztül a Simándi József általános iskola tanuló is ide járnak hozzánk rendszeresen, és ez mellett rengeteg vendégünk van Kistarcsáról és a környező településről, ez évente több ezer főt tesz ki. Az eddigi beruházásokat a közeljövőben egy még nagyobb volumenű fejlesztés követi. A jövőbeni terveink, ez egy nagyon nagy lélegzetű dolog. Az öltözőrendszernek a megújítása, ez egy közel 80-90 milliós beruházás, amihez hát nagy reményeket fűzünk, mert elég rossz állapotban van a jelenlegi öltözőnk, és ahhoz, hogy tovább tudjunk működni, most már új sátorral, új gépészettel, ehhez nagy szükség lenne sok-sok támogatóra, aki úgy gondolja, hogy a kistarcsai úszoda és kistarcsai diákok, gyerekek megérdemlik azt, hogy kulturált körülmények között tudjanak öltözni. Tehát nagyon-nagyon várjuk majd a jövő évi társasági adónak a felajánlását ugyanerre a célra. Szilárdi László elmondta, az öltözőrendszer tervei már készen vannak. Ez azt jelenteni, hogy egy egész új öltözőrendszert alakítanánk kint, a régit elbontanánk, ott maradna egy üres tér, oda kerülne egy tanmedence előzetes terveink alapján, és az öltözőrendszer pedig az úszodának, ha szembe állunk, akkor a
a bal oldalára kerülne, egy teljesen új kőépülettel, és onnan lehetne bemenni a medence térbe. Tehát egy teljes női férfiöltöző plusz extra szolgáltatásokkal, jacuzzival, szaunával és különböző ilyen kiszolgáló egységekkel. Tehát ez a következő tervünk, és hangsúlyozom, hogy már előkészület alatt van. Az említett terveket a 2016-os évben szeretné a város megvalósítani, melyek az uszoda esztétikumában, szolgáltatásában és kapacitásában is nagy előrelépést jelentenek majd.